Charlie, majom a családban. Írta Helmut Fönnbacher és Pascal Verdoszky. Michaela Ráckevei Anna. Filip Jakab Csaba. Szandra Mánya Zsófi. Olli Glósz Viktor. Zenéjét szerezte André Bauer. Fényképezte Jürgen Lenz. Rendezte Helmut Fönnbacher. Charlie veszélyben. Az életet, amíg itt vagy nálunk. Kényeztetni fogunk. És meglátogatunk majd Oroszországban. Neked is meg kell szoknod, hogy egyedül maradsz. Úgy tűnik, Oliver megbarátkozott a gondolattal, hogy Charlie elmegy. Oliver, igen, de Sandra? Beszélnünk kell vele végre. Annyira szorongok emiatt. Igen, én is. De megmondtuk nekik, hogy Charlie-nak vissza kell mennie a tulajdonosához, ha megtaláljuk. Majd csak beletörődik valahogy. És te, szívem? Te hogy fogsz beletörődni? Ne gúnyolódj velem. Időközben te is megszeretted. Igen, persze. Scusi, buongiorno. Valójában kicsoda Charlie tulajdonosa? Egy orosz diplomata, aki évekig Afrikában dolgozott. Onnan hozta magával Charlie-t. Egy orosz diplomata? Charlie-t bevittem a ketrecbe. Rendben. Ugye szóltok Sandrának Charlie miatt? Persze. És most irányosulj. Akkor sziasztok. Ciao. Mennem kell a rendelőbe. A lovardában találkozunk. Rodolfo, ha bármi van, fent vagyok a laborban. Jó. Nagyon jó, benne. És ki takarít ki? Ki mosogat el? Jó, Rodolfo Lombardi. Mit csinálsz, Charlie? Mit csinálsz? Na, gyere, ugorj bele! Na, ugorj! Úgy! Sajnálom, uraim, nyitva volt a kedvenc! Igen, igen, akkor el kell jönnie, asszonyom. Igen, rendben. Egy pillanat, már is hívom Rösnernét. Charlotte? Igen? Bocsásson meg, sűrű asszony. Nekem el kell mennem, Michaela már vár. Jó, jó. Jól van már. Doktor úr, Miki nem bír kilábalni a hőrkurutból. Sajnálom, Miki, de tényleg el kell mennem. Rösnerné majd ellátja. Kis kutyám, itt van egy kis finomság. Hm? Köszönöm. Egy pillanat, Páler úr. Háló, tessék, itt Rösner doktor. Na, ez már egészen jól fest. Mikor lesznek kész vele? Szerintem már holnapra. Igen, azt hiszem. Nehéz lehet valakinek, ha mozgássérült gyereke van. Igen, ez az. Csak lazán, kislányok. Feküdjetek rá a lovak nyakára. Ne féljetek, bízzátok rá magatokat az állatra. Akaratokat nyújtsátok ki, amennyire csak lehet. Szépen lazán, vállakat kilazítani, ez az. Kilégzés, kezeket megrázni, mindkét kezet, bal kezet kinyújtani, megpróbálni elérni a ló orrát. Finomabban, Sandra, lassabban. Jó, és most próbáljatok meg felegyenesedni. Jó napot, Stadler doktor. Martin doktor. Most a jobb kézzel előre nyúlni, aztán mindkét kezet előre, mindkét kezet a ló nyakára tenni. Jól van, lányok? Ez az. Szia. Szia. Na? Képzeld, a doktor úr szerint Sandra pár nap múlva megint hazajöhet, de most végleg. Ez remek. Uh-huh. Igen, a jó sikerült otthoni próba hétvége után, azt hiszem megkockáztathatjuk. Jól támaszkodjatok meg, és próbáljátok kinyomni magatokat. Így, így. Elég. Attól tartok, hogy meg kell mondanunk. Charlie-t? Nem tudom. Én még nem tenném.
hiszen nem teljesen biztos a dolog. Megismételhetjük ezt majd valamikor. Természetesen. Sőt, kell is. Hurrá! Hurrá! Gyere, Antónia! Lefelé. Így. Hoppá! Jó. Gyere, kicsim. Na, Franciska, hogy van az öreg Oszkár? Jó, és? Hoppá, oké. Szandra, hallottad már? Megint járhatsz iskolába. Bravo! 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 Jó kocsit szereztél, Charlie? Nem, nem, Charlie, ott kell megugni, tolni! Igen, tolni! Édes vagy, tudod-e? Kár, hogy elmész Oroszországba. Annyira megszoktalak már, tudod? Komolyan. Annyira megszoktalak. Charlie. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Na, kicsi. Jó napot. Jó napot, doktor. Jó napot. Üdvözlöm. Jó napot. Napot, doktor. Jó napot. Van valami hírük Charlie-val kapcsolatban? Megvan az időpont, hogy mikor kell visszamennie? Igen, pár napon belül kiderül, hogy mikor repül. Már annyira megszoktuk, de ennek így kell. Mm-hmm. Jöjjenek csak be. Berlinben most már naponta foglalunk le egzótákat. És fogalmunk sincs, hová helyezhetjük el őket. Szükségünk van egy megfelelő állomásra, ahol az állatok ott maradhatnak, amíg nem találunk nekik egy állatkertet. Vagy visszatelepítjük őket. Részt venne egy ilyen állomás létrehozásában? A pénz már meg is lenne rá. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy Berlinben is legyen egy ilyen gyűjtőállomás. A szervezet bűnözés az új keleti csatornákkal pillanatnyilag Berlinre koncentrálódik. Bocsássa meg, hogy ennyire befolyásolni akarjuk, de csak azért, mert nagy szükségünk van magára. Nincs sok állatorvos ilyen tapasztalatokkal, hiszen évekig Afrikában dolgozott. Megértem a gondjaikat, de szeretném nyugodtan átgondolni a feleségemmel. De hisz ez nagyon érdekes feladat lenne. Nem, nem szeretnénk erőszakoskodni, de maga a mi emberünk. Egy gyűjtőállomás még ideális is lenne. Azt hiszem, ennél jobbat nem is kívánhatnál. De szerinted ez nem lenne túl sok? Rendelő állatkert. Szandra. És az állatgyűjtőállomás. Nem olyan régen még el lettél volna ragadtatva ettől az ötlettől. Filip, az életnek mennie kell tovább. Szandrával úgy, ahogy van. Épp a hátrányos helyzete miatt. Mi van? Azóta sem hagy nyugodni az a gondolat, hogy Szandrának komoly bűntudata van velem szemben, állítólag. Sürgősen beszélnem kellene vele, de először is nem tudom, hogyan. Másodszor nem akarom ezzel is terhelni, mielőtt Charlie elmegy. Stadler doktor változatlanul meg van győződve arról, hogy Szandra orvosi szempontból ismét képes lenne járni. Te is azt hiszed, hogy ez az oka? Igen. Tudod, az ő szemszögéből valóban valami rosszat követett el. Ezt komolyan kell venni. Van is benne valami. De meg kell győznünk arról, hogy megértjük, hogy miért csinálta. És nem haragszunk rá ezért. Ez az egyetlen lehetőség. Tehát mindenképpen beszélj vele, bármi lesz is Charlie-val. Te még mindig tanulsz. Holnap tesztet írunk. Biztos menni fog. Muszáj neki. A múltkori ugyanis egyes lett. És ezt csak most mondod? Úgyis annyi a baj. De Oliver, egy egyes miatt még nem dől össze a világ. Tudom, de nem akartam, hogy miattam is aggódjatok. Hogy? Elég nektek, Szandra. Kisfiam, ne csináld ezt. Annak semmi értelme nincs, hogy te pedig miattunk aggódj. Hm? Oké. És Charlie mikor megy el? Még nem tudjuk pontosan. Krugman azt mondja, hogy tárgyalniuk kell még az orosz hatóságokkal, de már nem tart sokáig.
A mitózis, vagyis a sejt magosztódása után keletkező két utódsejtben a kromoszómák száma azonos marad. Ezáltal a genetikai anyag megegyezik az anyasejtével. A meiózis során pedig a kromoszómák a felére csökkennek. Uh-huh. Ez már nem lesz egyes. Szia, Sandra! Anya! Na, vigyázz magadra, kicsim. Köszi. Hoppá! Szorítok neked. Hát igen, úgy tűnik minden rendben. Pontosan erre számítottunk. Holnaptól kíséret nélkül járhat iskolába. Oké. Egy, kettő, három. Ezt jól csináltátok. Azt hiszem, menni fog. Köszönöm. Állj, örülünk, hogy újra köztünk vagy. Tessék, tőlünk neked. Köszönöm. Jól van, gyerekek, de most be az osztálytermekbe, gyere, Sandra. A dobogóra! És ugor! Ugor! Így, jól van! És vissza! Ugor! Ugor! Igen, jól van! Jól van, ügyes vagy! Ugrás fel! 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 A deszkára! Ugor fel! Igen, jól van! Gyerünk, gyerünk, gyere te is! Ide! Ide! Hopp! Ide! Igen, jól van! Hú, és fel! Igen, jól van, jól van! Jól ide, van. Ide, ez az! Jó! Jól van, és át! És vissza! És vissza! Nem! És oda! Nem, ide! Vigyázz! Szét! Nyugalom! Mi van? A dobogóra! Nyugalom! Vissza! Vissza! Úristen! A mentőket gyorsan! Már is! Vissza! Vigyük ki! Rácsot vissza! A Lessing iskola 5. A-osztályos tanulói felajánlják a visszatérésed örömére, hogy a jövő héttől, amikor már otthon vagy, minden délután két osztálytársad elmegy hozzád, hogy segítsenek minél előbb behozni az összes lemaradást minden tárgyból. Köszönöm. Jó munkát végeztek, megérdemelnének egy italt. Martin doktor! Martin doktor! Jöjjön velem, baleset történt a cirkuszban egy oroszlánnal. Mi történt? Próbán, a manésban. Kérem, jöjjön gyorsan, az oroszlán megvadul. Hozom a táskámat és szólok az asszisztensemnek. Gyorsan, mert élet-halál kérdése. Igen, és elég veszélyes. Kérem, mondja el egész pontosan, hogy mi történt. Épp most tanuljuk be az új oroszlán számot. Valamilyen oknál fogva, ne kérdezze, hogy miért, az egyik pózna kidőlt. És kitört a pánik a manésban. Az oroszlánok egymás helyén hátán, mindenki az idomárnak. Persze, mindnyájan bementünk. És visszatereltük az állatokat a kocsiba. És utána? Az egyik nőstényt, Kaindrát, nem tudtuk kihajtani. Ráugrott az idomára, a manés közepén. És most is ott fekszik rajta. El kell kábítanunk az oroszlánt.
amennyire tudok. Ne lőjön! Látja ott? Ő az idomár? Igen. Mi van vele? Valószínű eltört a lába. Le kell lőnünk az oroszlant. Nem, ne lőjenek, kábítsák el. Jó, elkábítjuk. Van valahol egy fúvócső? Igen, a lakókocsiban. Én tudom, hol van, jöjjön. Arra! Hol van a fúvócső? Már is. Hol van? Ott van, ez az. Ez. Remek. Ez. Jöjjön be! Kéne egy bot. Tessék! Jöjjön be, itt adja be neki. Engedjétek be a manésba. Nyugodtan. Na, ne mondja. Ne féljen, nem lesz semmi baja. Most adja be az injekciót. Jöjjön ki gyorsan! Doktor úr. Kösz. Hello, mama! Oké, egy, két, há, és! Gyerünk, futás a buszhoz! Add ide! Szia, Sandra! Holnap találkozunk! Szia, Sandra! Szia, Sandra! Sziasztok. Na, milyen volt? Jó, örülök, hogy megint járhatok iskolába. Ránk már nincs szükség. Nem, köszönjük. Minden rendben van. Értem, viszlát. Épp most beszéltem a klinikával. A partnere már jobban van. Hála Istennek csak néhány horzsolás. És a maga lába? Hát, kibírom. Nagyon köszönöm, maga nélkül Kindra már nem élne. Nem hittem volna, hogy sikerül. Hm? Ezt hogy érti? Szinte lehetetlen volt. Azt akarja mondani, hogy nem kellett volna... Nézze, Kindra a világ legintelligensebb oroszlánja. Meg kellett kockáztatni. Még egyszer köszönöm, igazán bátor volt. És nyugodtan hagyja őket röpdösni a lakásban. Jót tesz nekik. Köszönöm. Viszontlátásra. Kérem, viszontlátásra. Egy perc türelmet. Philip, elment. Charlotte, te maga még itt van? Igen, valakinek tartania kell a frontot. És hol van a férjem? Egy megvadult oroszlánt kell elkábítania. Most viccel velem? Nem, nem, komolyan. A cirkuszban. Vészhelyzet. Legalább egy órája, hogy elhívták. Remélem, nem történt baja. Martin doktor úr, még egyszer gratulálunk és nagyon köszönjük. Bravo, Ian! Rátok, a cirkuszra! Igazgatónő, és sok szerencsét az előadáshoz! Köszönjük, Ian! Bravo! Figyelem, emberek, fél óra múlva kezdődik az előadás. Azért valamit hadd kérdezzek. Hogy talált meg pont engem? Tudja, ha egy új városba érkezünk, kapunk egy listát az állatorvosokról. És maga szerepelt az élen. Aha. És ez néha nem is veszélytelen. El
el kell jönnie az előadásra, a gyerekeivel. Lefoglaljuk a díszpáholyt. Jó, szívesen. De most mennem kell. Elviszem, jöjjön. Kösz. Jó éjszakát, Sárló, te meg én most megyünk. Ciao. Jó éjszakát. És komolyan nem féltél? Dehogy nem. Ennél rosszabb érzés nincs, mint szemben állni az oroszlánnal a manésban. Nem is tudom igazán leírni. Mit hősködsz itt? Ránk egyáltalán nem gondoltál? Mi lett volna, ha történik valami? De nem történt semmi. Nagy voltál, papa. Meghívtak bennünket az előadásra. A díszpáholyba. Ez tök jó. És mikor megyünk el? Ha Sandra is itthon lesz. Meglepetésként. Oliver, azt hiszem, Charlie-nak aludnia kéne. Oké. Gyere, Charlie. Férfiak. Itt van még a nyuszia, erről ne feledkezzem meg. Köszönöm. Átmenetileg még a szobában hagyom Sandra ágyát. Ez biztonságot ad neki. Így mindig tudják, hogy hová mehet, ha bármi történik. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra, Krajcerné. Egészen biztos vagyok benne, hogy a lánya boldogulni fog. Jó napot. Jó napot. Én is azt hiszem, hogy sikerülni fog. Hogy át tudja lépni ezt a lelki akadályt. Egyébként szeretnénk elvinni a cirkuszba, ha nem ellenzi. Nem, sőt, biztos, hogy óriási örömet fog szerezni neki, de vigyázzanak. Olvastam az újságban, hogy az oroszlánok megtámadták az idomárt. Én is hallottam. Igen. Szerencséje van, hogy magának nem ilyen nagy állatokat kell kezelnie. Igen. Szia, Sandra! Minden jót! Na, ez nem életre szóló búcsú. Hiszen Sandra rendszeresen bejár majd, na. Hopp! Na, Sandra, szabad vagy. Szia! Szia! Viszontlátásra! Minden jót! Hartwig! Igen? Nagyon köszönöm! Nincs mit! Szia! Szia, Franciska! Laura nővér! Viszontlátásra! Martin doktor! Nagyon köszönöm, doktor! Gyere, Franciska! Hiszen megjöttek. Halló! Szia, papa! Hello, fiúk! Gyere, menjünk oda Sandrához. Charlie! Megfognád? Na, gyere, kislányom! Nézd, ki van Charlie, itt! Charlie, most annyit játszhatunk, amennyit csak akarunk. Így. Majd én viszem. Ez micsoda? Neked csináltattuk, hogy egyedül is kijöhess. Még majd csináltatunk egy liftet is a lépcsőházba. Van még egy nagy meglepetésünk. Meghívott minket a cirkusz. Oli! A díszpáholyba, mert apa megmentette az idomár életét. Komolyan, mesélj! Most minden olyan lesz, mint régen. Megint itthon vagyok, és járhatok iskolába. Csak Franciska jön majd többször. Annyira szereti Charlie-t. Így. Ez az. Kicsi, el kell mondanunk valamit. Tudod... Megtalálták Charlie tulajdonosát. És most vissza kell adnunk neki. Ezt hogy értitek? Vissza kell adnunk neki Charlie-t. De Charlie nem mehet el, ő a miénk. Nem, kicsi. Charlie nem a miénk. Meddig maradhat még? Már csak néhány napig. Hogyan? Gyönyörűek a fotók, egyenesen szívbe markolóak.
A legszívesebben azonnal megjelentetném. Már is megvettem mind. Na hát, ahogy az állat az embertől tanul és fordítva. Szép. De nem a nyilvánosságnak szántam, Tina. Ez a lányom. Jó, de épp emiatt ilyen személyesek. Na jó. Akkor csinálj végre pár képet az Ember és az Állat című sorozatunkhoz Sandráról és Charlie-ról, a majomról is. Erről már sajnos lekéstünk. Miért? Sikerült megtalálniuk Charlie tulajdonosát Oroszországban. Ez nem lehet igaz. De. És Sandra mit szól hozzá? Először nagyon kiborult, de most már összeszedte magát. Szerinted tud oroszul is? Biztos. Ilyen gyorsan egy nyelvet nem lehet elfelejteni. Minden esetre búcsúzóul kap egy szótárt ajándékba. Kicsim, mondanék valamit. Igen, mama. Akkor, amikor titokban elmentél arra az edzésre, tudod, én is elmentem volna a te helyedben. Minden áron oda akartál menni, és meg is tetted. Mert sajnos nem hallgattam rád. Te sem akartad, hogy elmenjek Angliába, és én sem hallgattam rád. Sosem haragudtam rád ezért. Tudod, Sandra, nagyon-nagyon szeretlek, és nem hibáztathatod magad. És semmi más nem szeretnénk, csak hogy újra egészséges légy. De nem tudok többé járni. Talán nem lesz ez mindig így. Kölcsön vettem a köntösödet. Jól áll. Beszéltem Sandrával. És? Megértette? Nem tudom. Azt hiszem. Remélem. Arra gondoltam, hogy hagyom egy ideig, hadd gondolja át, és talán majd egyszer magától kezd beszélni róla. És te átgondoltad az állatgyűjtő állomás ügyét? Ki akarom várni, hogy mi lesz Sandrával? Hogy reagál arra, hogy Charlie elmegy? Ez most fontosabb. Add a kezed, Charlie. Kiviszünk a reptérre. Na, menjünk. Na, te kis majom, nagyon a szívemhez nőttél. Sajnálom, hogy elmész. Annak ellenére, hogy egy kicsit nagyobb kópé vagy, mint illene. Minden jót. Tessék, hogy a hosszú úton éhen ne halljál. Oli! Itt van még Charlie bőröngye. Mehetek én is? Hát persze. Indulnunk kell, mert lekéssük a gépet. Oké, már is mehetünk. Csak gyorsan elszaladunk a lányunkért az iskolába. Szia, Charlie, megyünk. Minden jó, Charlie. Thank you.
volt veled? Hiányozni fogsz, kicsim. Ciao, Charlie. Majd meglátogatlak. Minden jót. Na gyere. Ide be. Bocsássanak meg, maguk állnak a reptér épület előtt. Igen. Ez valójában tilos, de most az egyszer elnézem. Köszönjük. Kedves köszönjük. Magától. Állj, minden vissza, újabb információ Charlie-val kapcsolatban. Vissza, gyorsan, hogy? Meg kell állítanunk a gépet, vissza kell hoznunk a majmot. Az orosz diplomata, aki a majom volt, már nem él. A moszkvai hatóságok csak most jelentették nekünk. Elnézést kértek tőlünk, de nem óhajtanak semmiféle majmot, amit egy csempész banda hozott ki az országból. Akkor Charlie nálunk maradhat? Igen, és most már örökre. Papa, hát nem csodálatos? Gyorsan, menjünk érte. Ez az, igyekeznünk kell, hívja fel a tornyot, jó? Schönefeld torony 3-0, kérem azonnal állítsák le az orosz gépet. A csimpánznak itt kell maradnia. Inge November, Viktor 2601. Itt Inge November, Viktor 2601, vétel. Inge November, Viktor 2601, a felszállás érvénytelenítve. Álljon meg, egy utas kiszáll, vége. Inge November, Viktor 2601, a parancsot vettem, megállok, vége. 5-3-0, kövesse a gépet és vegye át az utast. Szeretnéd felvenni holnap a cirkuszba? Ezt vagy ezt? Mama! Igen? Nem akartam csalódást okozni neked azzal, hogy elmentem az edzésre. Tudom. És nem haragszol már rám? Soha nem haragudtam rád, Sandra. Hiszen megmondtam neked, egyetlen percig sem. Mama, úgy örülök, hogy megint itthon vagyok. Én is nagyon örülök, hogy újra itt vagy, kicsi. Mama, hogy értetted azt, hogy nem lesz ez mindig így? Stadler doktor szerint
A csigolyád rendbe jött annyira, hogy elvileg járhatnál is. De nagyon kell akarnod. Én akarok. Na, kész van. Ma különleges nap van, Otello. Megint itt maradhat Charlie-val. De ígérnek, hogy hagyod aludni. Nehéz napja volt. Most már itt maradhatsz velünk örökre, Charlie. Sajnos van egy rossz hírünk. Biztos hallották, hogy az állatidomárunkat baleset érte, így a számot ki kell hagynunk. A jó hírünk az, hogy már sokkal jobban érzi magát. Ma nagyon kedves látogatónk érkezett, itt van az a férfi, aki őt és Kaindrát megmentette. Jöjjön ki! Na, tarts! Jöjjön! És uraim, Dr. Philip Martin! Gratulálok, köszönjük! Éjjel, éjjel! Gratulálok! Egyáltalán nem féltél, amikor bementél ahhoz a vad oroszlánhoz? A papa nem fél semmitől. A cirkuszművészet még elfelejtett műfajom, a vadödő. Fogadják szeretettel Denisa és Daniel Skifán. Vinnünk a klinikára. Ja. De a hétvégét nálunk töltheted, oké? Nincs már messze. Oli, kérlek, kapcsold ki a kocsi világítását. Jó. Benézhetünk még Charliehoz? Nem, most már késő van, biztosan alszik. És nektek is aludni kell. Holnap ott az egész nap. Kár. Thank you.
lehet. Sandra! Charlie! Sandra! Látod ezt? Mama! Tűz van! Sandra! Fel tudsz állni! Sandra. Tűz van! Tűz van! Charlie! Felálltál! Tűz van! Charlie! Mama! Papa, tűz van! A majomketrec! Én a majomketrec! Gyorsan kifelé! Hívd a tűzoltókat! Segíts már, gyorsan! Segíts! Tűz van, Charlie! Segíts, fogd a takarót! És most ki innen! Tűz van! Werder, kettőbe kérem. Tűz van. Nyugalom! Nyugalom! Kifelé. Gyere, Charlie! Nincs semmi baj. Nincs semmi baj, Sandra. Menjünk innen. Gyertek. Oliver, fogd meg Charlie-t. És akkor Ted Lab doktor lábra állította Sandrát, és ment neki. Jó, de nem igazán. Azt mondta, még jó néhány hét, amíg megerősödnek az izmaim. Na gyerünk, mutasd meg még egyszer. Rajta. Oké. Te tényleg jársz. Ügyes vagy, Sandra. Mit szólsz hozzá, Charlie? Jól van, Sandra. De még jobbnak kell lennie. Az is lesz, ha mindenki segít. További magyar hangok. Szabó Éva, Pap János, Fehér Anna, Starenki Pál, Bozsó Péter, Makai Sándor, Zakariás Éva, Csúlya Imre, Rajkai Zoltán, Kis Eszter, Cvetkó Sándor, Kovács Nóra, Molnár Ilona és Fülöp Zsigmond. Magyar szöveg Messzéna Marian, vágó Kozma Judit, hangmérnök Bán Péter, gyártásvezető Katócs Katalin, szinkronrendező Aprics László. A szinkront a Mikroszinkron készítette.